Minek szinten a magyar gazdálkodók termesztették a leghatékonyabb szinten a napraforgót tavaly. A 2017-ben realizált 2,84 tonna hektáronkénti termés átlag pedig minden idők második legjobb eredménye. A világpiaci átlag ugyanis csak 1,9 tonna volt. Az időjárás nagyon kedvezett a napraforgó növénynek. Egy viszonylag kedvező időjárás hatására kevés stressz ér, ilyenkor a növénybetegségek kevésbé tudják megtámadni. A benne levő potenciált sokkal jobban ki tudja hozni. Nyilván itt másodszorban meg kell említeni azt, hogy a vetőmagok egyre jobbak, tehát egyre jobb minőségű fajtákat, egyre nagyobb genetikai termőképességgel rendelkező fajtákat állítunk termesztésbe, állítanak a termesztésbe a vetőmag előállítók. Illetve hát a gazdák egyre inkább szerencsére az elmúlt években sok minden miatt az árak, a támogatások egyebek hatására egyre több pénzt tudnak fordítani a tápanyag utánpótlásra, amit elmúlt 10-20 évben eléggé elhanyagoltak sajnos. De belejátszik a rekordtermésbe az is, hogy elkezdték kifehéríteni az ágazatot. Belejátszott az is, hogy azok a gazdák, akik eddig azért, hogy a jövedelmüket csökkentsék, feketén adták el a napraforgót, ez a lehetőségük megszűnt, kénytelenek hivatalosan eladni számlára a terményüket, tehát ez mind megjelenik a statisztikákban. A helyi gazdák közül voltak, akik 3-4 tonna napraforgót is megtermeltek tavaly. Az örömük mégsem lehet teljes, a bőtermés ugyanis teljesen lenyomta a felvásárlási árakat. A jó termés, bőtermés az általában hozza is azt, hogy a felvásárlási árak azok csökkennek, hát ez ebben az évben is, 17-ben megmutatkozott, sőt még most is nyomottak az árak. Itt a normál napraforgók, a sima linolsavas napraforgó esetében ez akár már 8-as árak, tehát 80-90 ezer közt, illetve 90 ezer alatti árat értünk most. A magas olajsavas esetében 5 meg a 100 ezer forint körüli tonnánként jár. Hát ez napraforgóhoz képest az azért elég kevés. Olyannyira az, hogy több környékbeli gazda inkább le sem adta a tavalyi termését az alacsony felvásárlási ár miatt. A hírek szerint elég sok mindenkiben is tartottam így a napraforgóját, tehát ami az idejében meg fog mutatkozni ugye a piacon, majd meg fog jelenni. És hogyha idén is egy jó termés lesz, akkor ez csak húzni fogja lefelé az árakat. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy jól taktikáztak-e azok a gazdák, akik nem adták le a terményüket, hiszen csak április elején kezdik el vetni az idei napraforgót. A pillanatnyi talajviszonyok azonban arra utalnak, hogy idén is nagyon jó napraforgó termésre számíthatunk.